Kedves nézőink, mai adásunk vendége dr. Tordján József, aki 1998 és 2001 között az Orbán kormány földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztere volt. Miniszter úr, köszöntöm az Agrárpercek műsorában. Én is köszöntöm önt is, önöket is, és a Kurca TV minden nézőjét, hiszen most szerepelek először ebben az adóban. Mielőtt rátérnénk a mai mezőgazdasági helyzetre, egy kicsit utazzunk vissza az időben. Az említett időszakban hogyan lett ön mezőgazdasági miniszter? Hát ugye én 1956. október 29-én léptem be a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Pártba, és ott történelmi hagyomány volt, hogy a Kisgazda Párt úgy nevezett vezére vagy elnöke, de ugye a Kisgazda Párt régi hagyományaiban a vezér szó szerepelt, az földművelésügyi miniszter legyen. Na most ennek megfelelően én annál is inkább, miután édesapám egy gebei jobbágy családból származik, és ugye generációkon keresztül a fogukhoz verték a garast, hogy a végén kuláksorba fölküzdvén magukat, a rákosi időszakban kifosszák őket. Tehát ilyen módon az agrárium a születésemtől fogva a lényemhez hozzátartozik, de mint a Kisgazda Párt elnökének mindenféleképpen meg kellett tanulnom annak minden csinyát, binyát. Igaz, hogy a nyugati diplomáciai kar nem egy tagja megkeresett engem, és ők azt szerették volna, hogy én legyek hadügyminiszter, mások azt szerették volna, hogy legyek belügyminiszter, de a Kisgazda hagyományok miatt én földművelésügyi miniszter lettem, és miután a Kisgazda Párt agrár- és vidékfejlesztési stratégiájának a megszerkesztése kapcsán a vidékfejlesztést is bevontam, mint a agrárfejlesztésnek elengedhetetlen részét. Ilyen módon lettem földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. Amikor kinevezték miniszternek, akkor mi volt az elsődleges célja az mezőgazdaság fejlesztésével kapcsolatban? Tehát csak a családi vállalkozásokat próbálta megfejleszteni, vagy esetleg a nagyüzemeket, a nagyüzemek mezőgazdasági gépesítését is kitűzte céljául? Amint az előbb már említettem, a Független Kisgazda Párt elnökeként lényegében egy történelmileg kialakult nagy agrárpártnak voltam a vezetője, ennek megfelelően tehát én a Kisgazda Párt óriási agrár szakértelmének a felhasználásával foglaltam írásba a Független Kisgazda Pártnak a agrár- és vidékfejlesztési stratégiáját, de ebbe belevontam mindazokat az egyetemeket is, amelyek agrár szakkal rendelkeznek. Tehát ilyen módon azt tudom önnek mondani, hogy amikor én földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri eskümet letettem, akkor tulajdonképpen a teljes magyar vidéki szellemi erit munkásságát tártam az ország nyilvánossága elé, mégpedig akként, hogy Fábián Sebestyénen, ha jól emlékszem, 1998. augusztus 18-án tartott az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága egy kihelyezett ülést, és én ott előterjesztettem ezt az agrár- és vidékfejlesztési stratégiát, melyet egyébként később átadtam a Tudományos Akadémia elnökének is, és a Tudományos Akadémia agrártudományi osztályának is, azzal, hogy kössünk szerződést, nézzék át a stratégiámat, és amennyiben valamit helytelenítenek, akkor azt észrevételezzék, vagy ha jobb stratégiát tudnak annál, amit mi kidolgoztunk, akkor azt a stratégiát foglalják írásba, mert mi ezt fogjuk megvalósítani. Azonban a Fábián Sebestyéni kihelyezett országgyűlési mezőgazdasági bizottsági ülésen olyan sikert aratott az agrár- és vidékfejlesztési stratégiát,
stratégiám, hogy egyhangú határozattal, egyetlen egy tartózkodással, Kis Zoltán volt SZDSZ-es földművelésügyi államtitkárnak a tartózkodásával fogadta el az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága az én stratégiámat. Na most ugye ennek a stratégiának a lényege az, hogy a magyar termőföldek, az éghajlat és a vízellátottságunk olyan kivételes adottságot képeznek összességükben, amelyek kellő felhasználásával ezt az országot tejjel, mézzel, folyókánoánnál lehet tenni. Nekem az volt az alapállásom, hogy mindenek előtt Magyarországot zöldséggyümölcs nagyhatalommá kell tenni, de természetesen a tömegáruk termelését sem tekintettem egy elhanyagolandó feladatnak, de úgy gondoltam, hogy a zöldséggyümölcs termelést illetően a földkerekségen nincs olyan jó ízű, zamatú zöldséggyümölcs előállítására lehetőség, mint éppen Szentes és Csongrád körzetében, és hát ugye nem is beszélek arról, hogy itt, ahol ez a beszélgetés felvételre kerül, Szatymazon pedig a földkerekség legjobb őszi barackját termelik. Nos, én úgy gondoltam, hogy ha egyszer Hollandia azt a kemikália bombát, ami még földet sem látott soha, el tudják adni a világnak paprikaként és paradicsomként, akkor miért ne vennénk át mi a vezető zöldséggyümölcs nagyhatalom szerepét Hollandiától, hiszen a mi termékeink összehasonlíthatatlanul jobbak. Hát ez volt a stratégiám alapja. Na most az igaz, hogy ellentéteket szítottak az országgyűlésben a kistermelők és a nagyüzemi gazdaságok között, de nekem mindig az volt az álláspontom, hogy mindkettőre szükség van. Ugye a legfontosabbnak azt tartottam, hogy az az 1.600.000-et meghaladó őstermelő és kistermelő kis családi gazdaság, akiket a rendszerváltás során földhöz juttattunk, azok ne csak megélhetést szerezzenek a földjük visszakapásával, hanem piacot is tudjunk a részükre szerezni. Természetesen, amint említettem, nem minden vonatkozásban a legelőnyösebb a családi gazdaságnak és az őstermelőknek a tevékenysége, mert mondjuk búzát, vagy kukoricát, vagy repcét, vagy teszem én azt napraforgót, nyilván nagyüzemi körülmények között jobb termelni, ezért én a Martonvásári kísérleti gazdaságunkat is fejlesztettem, és a Magyar Agrárium több zászlós hajóját is hozzásegítettem ahhoz, hogy minél inkább megtarthassák a rangot. Hát ugye Bábolnának valamikor olyan híre volt, hogy 5. Ráma király őfensége az idejött például lovat vásárolni magának. Tehát én úgy gondoltam, hogy nekünk a hagyományainkat is meg kell őrizni, de tudomásul kell vennünk azt, hogy milyen fejlődés következett be a világba, és ehhez kell igazítanunk az egész agráris vidékfejlesztési stratégiánkat, amellyel egyébként évekkel megelőztük az Európai Uniót, hiszen ott, amikor az utolsó agrárdiplomáciai tevékenységem alkalmával 2001. januárjában a berlini Grüne-Wohén részt vettem, akkor Franz Fischler, az akkori európai mezőgazdasági biztos bejelentette, hogy az Európai Unió valami fantasztikus újítást vezet be az agrárfejlesztés terén, amely eddig egy pilléres volt, most két pilléressé kívánják ezt tenni, nevezetesen a vidékfejlesztést is be kívánják vonni az agrárfejlesztés mellé. És akkor általános elismerést és ámulatot váltottam ki, amikor jeleztem, hogy én ezt a stratégiát már
1998. július 8-án elfogadtattam az országgyűléssel, mint földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, és mint a független kisgazdapárt elnöke pedig 20 éve harcolok azért, hogy ez bekövetkezzék és előálljon. Na tehát én úgy gondolom, hogy mindkettőre szükség van, a kisüzemi gazdálkodásra, a nagyüzemire is, de arról nem szabad elfeledkezni, hogy az iparral való ellátottságunk az rendkívül alacsony szinten van. Na most ennek következtében a kis termelőknek a segítése egyben azt is jelenti, és mindig is ezt hirdettem, hogy nem segélyezni kell őket, hanem ők értéktermelő önálló gazdaként hozzásegíthetik az országot egy sokkal jobb életszínvonal eléréséhez. Na most, hogy milyen tragédia következett be azóta, elég arra utalok, hogy a rendszerváltáskor megvolt több mint 1.600.000 őstermelő, kistermelő helyett ma már ennek a létszáma 600.000 alá lecsökkent, és a 1.000.000 értéket előállító döntő többsége segélyezetté kétségbe esett helyzetbe taszítottá vált. Az egyik alkalommal azt mondta, idézem, nem a tömegtermelést, hanem a minőségi termékek előállítását kell előtérbe helyezni. Nos, milyen termékekre gondolt itt elsősorban? Nézze, kérem. Az agrárium a termelés, a feldolgozás és az értékesítés egységességéből áll. Minden gyerek tudja, hogy a hozzáadott érték a feldolgozás során keletkezik, tehát ekkor keletkezik az a többletérték, ami az agrártermelést igazán jövedelmezővé is teheti. A haszon azonban a vertikum végén az értékesítésnél csapódik le. Én megvizsgáltattam a szülőföldemen, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, hogy egy hektár szántóföldi termeléssel milyen haszon érhető el. Nem fogják elhinni nekem az adatot, amit most közlök. Maximum 20.000 forintot lehetett kihozni egy hektár, igaz, hogy nagyon gyenge föld mezőgazdasági termeléséből, ugyanakkor pedig, ha a zöldség gyümölcságazatot részesítjük előnyben, akkor ennek a haszonnak a sokszorosát lehetett elérni. Na most ezért volt az, hogy én a minőségi termelést helyeztem előtérbe, amint mondottam már, én a minőségi termelés alatt egyrészt a zöldség-gyümölcs fajtáink előtérbe helyezését tartottam mindig fontosnak hangsúlyozni, másrészt pedig a feldolgozás mértékét. Minél több a hozzáadott érték a feldolgozás kapcsán, annál nagyobb hasznot lehet ebből kihúznia a nem csak az egész agráriumnak, hanem az egész magyarságnak. Miniszter úr, elmondaná nézőinknek az elhíresült chilei cseresznyeimport történetét? A mi mezőgazdasági termékeink közül a legértékesebbeket lehetett volna szállítani a világ túlsó felére. Na most, hogy ezt megtorpedozzák, elhíresztelték és sorozatban jelentek meg a cikkek, hogy Tordján József búzát meg kukoricát akar repülőgépen szállítani, meg cseresznyét akar Chiléből importálni, holott ugye nagykörűn én még miniszterkorom előtt, mint pártelnök, amikor láttam, hogy milyen helyzetbe került a ottani kísérleti gazdaság, több mint 100 fajta cseresznyét áll, ugye csodálatos cseresznyét tudtak előállítani az ottani kísérleti gazdaságba, amikor árvíz volt, akkor én személyesen vittem a tégla jegyeket, hogy talpra állítsam őket. Én megítélésem szerint a magyar agráriumot sem lehet talpra állítani, ha
a politikai hozzáállásunkon nem változtatunk, mert az elfogadhatatlan, hogy hol a keletnek, hol a nyugatnak hajbókoljunk, hogy a magyar lakosság támogatása helyett idegen bankokat hízlaljunk. Tehát én úgy gondolom, hogy adott esetben akár szembe kell menetelnünk az Európai Unióval is, nem arról beszélek, mint hogyha ki kellene lépnünk, félreértés ne esik. A magyar érdekeket kell érvényesítenünk, és micsoda dolog az, hogy mindenki tudja az érdekeit érvényesíteni, egyedül mi vagyunk erre képtelenek, tehát szerintem itt van a kutya elásva, és ez az egyik leglényegesebb eleme annak, hogy Magyarország agráriuma itt tart, ahol tart. De még mielőtt lezárnánk ezt a témakört, legyen szabad megjegyeznem, hogy jól kimutatható, hogy a magyar agráriumot szándékosan tették tönkre. Ezt én a következőkkel tudom alátámasztani. Németh Miklós alatt elkezdődött a spontán privatizációnak nevezett, általam tudatos nemzetrablásnak minősített folyamat. Ennek kapcsán becsődöltették a teljes élelmiszeripart és a mezőgazdasági termékeket feldolgozóipart, miáltal már eleve a banánköztársaság szintjére süllyesztettek minket, mert ha nincs feldolgozóipar, nincs hozzáadott érték, akkor csak úgy tudjuk értékesíteni a termékeinket, mint a banánköztársaságok. Na most ez egy megcáfolhatatlan bizonyíték, mint ahogy az is, hogy nézzék meg, hogy az országgyűlésben mondjuk hányszor szólaltam fel azért, hogy a magyar növényolajipari gyárat, ahová én még diákként, hogy szegény diákként tudjak tanulni, jártam ki, akkor még Hutter olajnak hívták, mondjuk karácsonykor, meg szilveszterkor, akkor mindig lasszóval keresték a segédmunkásokat, hogy a raktárba vigyük a napraforgót. Hát elmondtam, hogy ha mi odaadjuk a növényolajipari gyárat, árat idegeneknek, akkor majd kint kiviszik mondjuk Ausztriába a mi napraforgónkat, ott kisajtolják, és utána százszoros áron visszavásároljuk majd olajként. Ilyen megoldások tömkelege, hát nézze meg, ugyanezt történt a cukorgyárainkkal, de mindennel ez történt, tehát ezért mondom azt, hogy ha mi az érdekérvényesítő képességünket nem fogjuk megteremteni, ha nem lesz egy olyan számon kérhető rendszere ennek az országnak, ahol elsősorban a magyar kormányt lehet elszámoltatni és felelősségre vonni, akkor sosem fogunk tudni talpra állni. Miniszter úr, kérem, mesélj el a nézőknek, hogy 2001-ben mi volt az oka a lemondásának, hiszen abban az időben a média ezt nem teljes körűen tárta fel. Én úgy gondolom, hogy én sok minden lehettem volna életemben, de sok mindenről lemondtam. Így többek között lemondtam a köztársasági elnöki tisztségről is, holott arra mindenképpen megválasztottak volna, mert fülbesugták nekem, hogy bizonyos hiányzó szavazatokat milyen szavazatokkal pótolnák, de én abból indultam ki, hogy a média belőlem egy megosztó személyiséget csinált, és noha én sosem voltam megosztó személyiség, de nem tudom az ország egységességét kifejezni a saját személyemben, miután a média hazugságok engem ilyen helyzetbe hoztak. Az agráriumot és vidékfejlesztést illetően érdemes visszanézni, hogy mit harcoltam én azért, hogy az agrár és vidékfejlesztés bekövetkezhessen. 1999-ben 413 milliárd forint többletet kértem a költségvetéstől, amit a Gödi tanácskozás eredményeként a Szekeres Imre vezette MSZP küldöttség meg is adott volna, de akkor nekem a Fidesszel szakítani kellett volna. Én a volt antikommunista világliga jogutódájának elnökeként, egy időbeli elnökeként nem tehettem meg azt, hogy a kommunistákkal paktálok le, és ezért végül is az Orbán Viktornak feltártam, hogy itt csinálni kell valamit, ide sok-sok pénz kell, de
de ugye, hogyha mi nem tudunk ebben megállapodni, akkor kénytelen vagyok a kommunistákra támaszkodni. Na most akkor megállapodtam az Orbán Viktorral, hogy ha rövidebb idő alatt is, de ha hosszabb idő alatt is, de nem ennyit, hanem sokkal többet fogunk fordítani az agráriumra. De ez nem történt meg. Sőt, ahogy én lemondtam, néhány napon belül, vagy akkor tájti időben elküldte Orbán Viktor a Martonyit Koppenhágába, ha jól emlékszem, és akkor aláírta azt a szerződést, hogy 2011-től a termőföldeket megszerezhetik a nyugatiak. Tehát én úgy gondolom, hogy sajnos a Fidesz az hátba szúrt engem, és én azt hiszem úri módon jártam el akkor, amikor azt mondtam, hogy nekem nem kell mindenképpen miniszternek lennem. Kértem Orbán Viktort, hogy ha én lemondok, akkor vajon meg fogják-e teremteni a magyar EU csatlakozásnak azokat az alapfeltételeit, hogy ne tudjanak minket kijátszani. Az Orbán Viktor ezt megígérte, én pedig gondoltam, hogy ezek után most már minek gyalázzanak engem. Állandóan lemondtam. Utólag kiderült, hogy helytelenül tettem. Miniszter úr, köszönjük szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Jó egészséget kívánok. Minden jót kívánok. Sok sikert a munkájához.